A világban sokféle nézetek uralkodnak a nők társadalmi helyzetével és a nők szerepével kapcsolatosan, de ezek a nézetek nem veszik sokszor figyelembe az individuumot. Köszöntöm Önöket, mai műsorunknak ez lesz a témája, a vendégeimet köszöntöm. Huszti Évát szociológust, Kecskeméti Zsuzsannát pedagógust, a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatóhelyettesét és Levicki Mártát, aki a kollégánk, de a már megszokott módon most pszichológusként van jelen. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek ebbe a műsorba. Nagyon nehéz témát választottunk, és igazából nagyon sok vélemény van ezzel kapcsolatosan, de talán induljunk el onnan, hogy a nők helyzetével kapcsolatosan, vagy a nők történelmi és társadalmi szerepével kapcsolatosan külön lehetne választani a keleti világ nézeteit és a nyugati világ nézeteit, és akkor egyből Évára néztem, mint szociológusra, hogy a társadalom kutatásokból kiderül, hogy a két nézet egymással teljesen ellentétes. Igen, valóban ellentéteket láthatunk, ugye kelet és nyugat viszonylatában, viszont én nem vagyok ilyen nagy tudója ennek a keleties témáknak, meg témavonulatnak, úgyhogy inkább én arra helyezném a hangsúlyt, hogy nem feltétlenül földrajzilag, hanem korszakonként is el tudjuk különíteni, illetve hát vissza tudunk tekinteni arra, hogy hogyan is alakult a férfiak és a nők kapcsolata és helyzete a társadalomban. És valahogy nyilvánvalóan történelmileg alakult ki az a fajta különbség is, amit most kelet és nyugat viszonylatában is említettél. Én amit hangsúlyoznék, hogy a nőknek a joga egyáltalán ahhoz, hogy társadalom meg létezzen, azért az is nagyon sokáig és hosszú időn keresztül alakult ki. Hogyha csak arra gondolunk, hogy az ókori görög városállamokat szoktuk felhozni, ugye, mint a demokráciának a bölcsője, hát ott sem volt ezért fenékig tejföl minden, hiszen ott is a demokrácia az azoknak szólt, akiknek volt joga ahhoz, hogy beleszóljanak a mindenféle ügyeknek az intézésébe, és ez konkrétan nem a nők voltak, hanem a férfiak. Tehát, hogy attól is nagyon sok idő telt el, vagy ahhoz is nagyon sok időnek kellett eltelnie, hogy egyáltalán a nő bele tudjon szólni, vagy társadalmilag meg tudjon nyilvánulni, és ott legyen a társadalomban úgy, mint egyén, mint individuum, ne pedig valaki, aki otthon úgy ápolja és irányítja a dolgokat. Úgyhogy én erre helyezném először is a hangsúlyt, hogy ahhoz, hogy most itt ülünk és itt beszélgetünk, és egyáltalán tudunk ilyen témákról beszélgetni, ahhoz nagyon sok időnek kellett át, és nagyon sokféle olyan modernizációs és individualizációs folyamatnak kellett ugye lezajlani, ami jellemzően Nyugat-Európára is, illetve az angol száz kultúrára volt jellemző, és kevéssé a keleti kultúrára, úgyhogy valahol itt vagyunk. Végül is ez a földrajzi megosztottság is. Egy picit azért még én ennél megmaradnék, mert most azon túl, hogy a keleti kultúrákról beszélünk, és így összevonjuk az egész keleti térséget, azért meg kell különböztetni, hogy hol, milyen területen, milyen jogai vannak a nőknek, illetve hogy hogyan töltik be a társadalmi vagy családi szerepüket a nők, mik az elvárások, minek kell megfelelni, és egyáltalán hogyan bánnak a nőkkel. De láthatjuk azt, hogy a nyugati területeken gyorsabb és változatosabb volt, lehet ezt kimondani, a fejlődés és a változás, míg a keleti térségekben, és akkor ez akár távol-kelet, közel-kelet, a hagyományokhoz jobban ragaszkodnak a női szerepek, vagy kötődnek a női szerepek ma is. De ez is inkább a modernizációval függ össze, ugye, mert hogy a modernizáció az, ami hozta... Vagy ez a különbség annyira? Igen, mert hogy és egyébként úgy szoktak különbséget tenni a szerepek között is, ugye, hogy van a modern felfogás, és van a tradicionális felfogás. A tradicionális felfogás az, amikor a nőnek az a szerepe, és az a hát funkciója, én nagyon csúnyán mondva, hogy maradjon otthon, igen, és nevelje a gyerekeket, és rendben legyen a háztartás. Ez a tradicionális felfogás, és talán ezek azok, amik jobban megmaradtak a keleti kultúrában.
És a modernizáció, ami az urbanizációval, az individualizációval, a városba áramlással és egyáltalán a munkavilágába való betörés lehetőségével is összefügg, hogy azért ott lényegesen és jelentősen elváltak egymástól a szerepek, és a nő tudott modernizálódni olyan értelemben, hogy teljesen más szerepeket és funkciókat kell neki ellátni a munkahelyen, mint olyan. Egy az, hogy el tudott menni otthonról. Tehát amikor már munkába be kell állni, akkor az ember elmegy otthon, és a nő is elmegy otthonról, és más kapcsolati világ veszi körül. Egyáltalán kinyílik a világ csak azzal, hogy beáll a munka a világába, és elszakad a csak otthoni légkörtől. Én egyébként azt gondolom, az ókori görög labdát mindenképpen leütve, hogy az ókori görög irodalomban már találkozhatunk a nőség kérdésével, és pontosan kettő típusú szereppel, amit ha csak az Antigonét említem, tényleg Szofoklisz Antigonéját, ott van egy nagyon erős karakán női jellem Antigoné, aki a halált is vállalja pusztán az ő véleményért, de persze egy tradíciót védve, hiszen a testvérét el kell temetni, és vele szemben áll a lány testvére, aki viszont a királyi parancsnak engedelmeskedve akár még az üdvözülésről is lemondana. Tehát a modernizáció az nagyon fontos, de az, hogy ezek a klasszikus eltérő női szerepek már az ókori görögöknél is mindenképpen megjelentek, szerintem az nagyon fontos. Nyilván ebben benne van a szabadság kérdése, amit mondtál, hogy szabad ember dönthet valahogy, és ugye ez mindenképpen a döntés kérdése. De már az ókori görögök is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tehát azért ez az irodalmi alkotásokból látszik, ugye nagyon sok dráma épül arra rá, hogy a női szerep az hogyan tölthető be, hogyan teljesíthető ki, és hát ugye akkor itt végtelen a sor, de tényleg már az ókori görögöknél is ez kézzelfogható dolog. Tehát a modernizáció nagyon fontos, de alapvetően, hogy milyen erős karakteres a személyisége, mennyire tudja azt ő érvényesíteni a saját akaratát, és mennyire akarja. Ez egy nagyon ősi kérdés szerintem, irodalomból kiindulva, már nyilván. Már is a jelenbe cseppentünk szerintem, mert hogy ugye máig ezzel vívódik ez a nem, hogy ezeknek a szerepeknek, vagy ezeknek az elvárásoknak hogyan feleljen meg, és ugyanúgy a nyugati kultúrában, mint a keleti kultúrában, hogyha már én így dobtam fel a labdát a legelején, Mártika parancsol. Ugyanezt szerettem volna erősíteni, hogy társadalmi kulturális viszonyoktól függetlenül azért nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy mindenkinek van egy személyisége, születünk valamilyen temperamentummal, lesz valamilyen karakterünk, és kialakul egy személyiségünk, és ez így volt az ókorban is, meg így volt ma is, és pont ez a lényege a dolognak, hogy ez a mi személyiségünk, az mennyire van összhangban a társadalmi elvárásokkal, illetve mennyire kell saját magunkat megerőszakolni azért, hogy ennek meg tudjunk felelni. Arról nem beszélve, hogy azzal, hogy kinyílt a világ a nők számára, hogy sokkal több szerepet kell vállalnunk, és ezeket a szerepeket össze kell egyeztetnünk egymással is, meg a saját személyiségünkkel is. Sokkal nehezebb helyzetben vagyunk most ezáltal, hogy kivívtuk magunknak ezt a bizonyos egyenjogúságot, hogy ez van-e vagy nincs, ez erről megint egy külön jogot legalább, igen, hogyha nem is egyenjogúság. Igen, tehát sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, akár ha csak a saját egyénünket nézzük, tehát az individumot, a kapcsolati rendszerekben, párkapcsolatban, meg aztán különösen és a családok működésében, hiszen sokkal többféle modell működőképes ma, mint akár 50-100 évvel ezelőtt, akkor nem volt annyi kérdés, hogy akkor most mit, hogy működtessünk. Most van, tehát sokkal többet kell egyeztetni a két félnek, és saját magunknak is, igen. Tehát mindennek az alapja az önismeret, azt gondolom, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy az ő személyisége, mi az, amire alkalmas, mi az, amire nem, és a rengeteg működő modell közül mi az, ami számára működőképes lehet. Igen, így le is vetítettük, ahogyan én felvezettem az egyénre a kérdést. Hogyha még egy picit visszatérünk Évához, és akkor ezt a modern, illetve tradicionális dolgot tovább visszük, akkor valahová oda is elérhetünk, hogy ezt is valahol modellként látjuk az életünkben, tehát látjuk a családi mintát, hogy az én édesanyám milyen volt, hogyan töltötte be a női szerepeit, vagy hogyan felelt meg a társadalmi elvárásoknak, azaz a tradíciókhoz, akkor
visszanyúlok, és hogy azt én tovább viszem-e, vagy hogyan viszem tovább, vagy fontos-e egyáltalán tovább vinni. Így van. Ez is egy nagyon nagy kérdés, és akkor itt megint lehetnek különbségek nemzetek, kultúrák között, ugyancsak, hogy mennyire erős a családi kötelék, vagy a családi minta egy egyén életében. Tehát. Én ehhez annyit tennék még hozzá, hogy egy kicsit így olvasgattam, mielőtt jöttem ide, és van ugye, ugye az egyén és a társadalomnak a viszonya, és amit Márti is mond, hogy az individuum milyen is, hogy nekünk kell eldönteni, hogy milyen szerepekkel tudunk azonosulni, stb. Viszont vannak társadalmi elvárások. És ezek nagyon sokszor ütköznek. Ugye a társadalmi elvárás, például Magyarországon ilyen tradicionálisabb elvárás, például a férfiaknak mi a szerepe? Mint a családfenntartás, ugye? Vagy mi? Vagy a gyereknevelés? És ezt kutatják is. Hogy a nők a családfenntartásban ennyire aktív szerepet vállalnak, valahol kénytelenek is, hiszen azért évtizedekre, ha visszamegyünk, azért nem nagyon volt lehetőség arra, hogy egy keresetből megéljen egy család. Tehát ez egyfajta kényszer is volt, hogy a nő munkát vállaljon. Onnantól kezdve viszont, hogyha egyformán vesznek részt a családfenntartásban, akkor bizony hát az egyéb feladatokból is illene, hogy kivegye a részét a másik fél. Itt már a női és a férfi szerepeknek az összemosódása az, ami történik, és ezt nagyon sokan nehezen élik meg, akár saját személyiségben, akár családon belül, és ezt nagyon sokszor mi nők, hogy úgy mondjam, rontjuk el. Pontosan. Mert kvázi magunkhoz vesszük a férfi szerepeket, és aztán egyszer csak csodálkozunk, hogy kivel élek, hol a férfi. Igen. A férfi pedig csodálkozik, hogy hol a nő. Igen, mert hogy feleség vagyok, vagy anya, és anya vagyok, és húzom az igát, bocsánat, és akkor hova lett a nő? Igen. De ez az, amiből kiindultunk, hogy igazából mindenkinek tisztában kell lennie azzal, igen, hogy az ő számára mit jelent a nő. Mit jelent a férfi, és ugyanígy a párja számára is. Tehát lehet, hogy van olyan férfi, akinek egyáltalán nem okoz gondot az, hogy ő beálmosogatni és porszívózni, és nem éli azt úgy meg, hogy ő most a férfi mi voltában sértve van. Igen, van, akit meg igen. És van olyan férfi, aki kifejezetten kedveli ezt az erős, karakteres nőt, aki megáll a maga lábán, és tudja, hogy merre van az előre. És van, aki meg olyan nőt keres, és amellett érzi férfinak magát, aki képes arra a hagyományos alárendelődésre, amit a hagyományos kultúrákban megszokhattunk. Az egyik probléma az lehet, hogy nagyon nagy a különbség a szülői, nagyszülői minta, meg a mai kornak a kihívása és a ránk kényszerített szerepek között, amit saját magunkban nem tudunk feldolgozni. Erre szeretem elmondani, hogy annyit változik a világ, hogy ugye látunk egy mintát, vagy hozunk egy mintát, de azt nem tudjuk, vagy nem is akarjuk továbbvinni. És még egy gondolat, hogy mennyire igaz az, hogy mi is már úgy kezdünk beszélni arról, hogy vagy feleség legyek, vagy anya, vagy jó munkavállaló a munkahelyemen, mert a vagy-vagy, az már egy kényszerítés, igaz? Az már egy nyomás, és akkor nem gondolkodunk úgy, hogy tudunk minden szerepben, vagy majdnem minden szerepben megfelelni, hanem is maximálisan, mert hogy vannak segítő tényezők, és ez talán hiányzik, és akkor megint vissza tudunk a társadalomhoz kanyarodni, hogy van-e olyan hely, ahol segítik a nőket érvényesülni. Uh-huh. Van-e olyan ország, van-e olyan hely, van-e, megint földrajzilag gondolkodom, ahol talán könnyebb a nőknek, mert hogy tényleg mondjuk megengedik, hogy gyerekvállalás után visszamegy dolgozni, és akkor olyan fizetés kap, mint a férfiak, és egy jó műség kérdése. Mert ahol a hagyományos női férfi szerepek sokáig tartották magukat, mediterrán országokban például, jelentősen lecsökkent a gyerekszületés, ugye erősíts meg, Éva. És az észak-európai országok, Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, ott pedig megemelkedett a születések száma, és ott egész egyszerűen az történt, hogy elindult egy nagyon komoly liberalizációs folyamat, a nők
sokkal könnyebben vissza tudnak menni a szülés után dolgozni, az illetve... Az ellátórendszer is olyan, tegyük hozzá, hogy vissza tudnak menni. Részmunkaidőt támogatnak, illetve a férfiak körében sokkal elterjedtebb, hogy ők maradnak otthon. Sőt, lehet, hogy rosszul tudom, de én hallottam ilyenről is, hogy szinte kötelező talán Svédországban bizonyos időt otthon tölteni a gyerekkel. Az apának is. Tehát egészen más családmodell kezd kialakulni Észak-Európában, mint Dél-Európában, és Dél-Európában mit hallunk? Nem születik annyi gyerek, a felnőtt gyerekek bent ragadnak a fészekben, mama hotelben maradnak, míg az észak-európai országokban elindult egy teljesen új irány, és működik. Tehát egyszerűen muszáj alkalmazkodnunk a megváltozott társadalmi kulturális körülményekhez, ahhoz, hogy működjenek a dolgok. Azért, mert azt a szerepet, amit otthon kell teljesíteni, ugye a svéd, illetve az észak-európai országokban át tudták struktúrálni. Ugye nálunk nem történt meg az, hogy az 50-es években, amikor elkezdtek a nők dolgozni, ugye nekem még a nagymamám háztartásbeli volt. És ez teljesen normális volt, hogy három gyerek mellett ő háztartásbeli volt. Senki nem kérte számon, hogy ő miért nem dolgozott egész életében. És aztán nyilván az anyukám az már nem, én meg már pláne nem. De hogy a kétkeresős modell, amikor kialakult, akkor maradt a tradicionális elvárás, az, hogy a nő örüljön, hogy elmegy munkába, mert hogy a munkásnő az azért egy karakter volt, hogyha gondoltok a korabeli rajzokra is, meg karikatúrákra, és de ugyanakkor otthon is teljesítsen, igen, és otthon is természetesen, ott minden maradjon meg, és aztán pedig a férfinek pedig mi a dolga? Elmegy dolgozni, és hazamegy, és élvezi a rendet, nyugalmat, és megeszi a vacsorát, és örülnek, és háborog, hogyha nincs vacsora, mondjuk otthon. Igen, és az nagyon érdekes egyébként, hogy mindegy hány témába vágunk bele, mindig visszakanyarodunk ugyanoda, tehát hogy gyakorlatilag szerintem az egy nagyon-nagyon fontos kulcsfogalom, mindegy hol élsz, hogy önazonosan kell tudni nőnek lenni. Tehát, hogy igazából, ha te egy kemény, erős karakter vagy, és bírod a férfiak világát, és abban vagy boldog, és ezt beveled vállalni, akkor önazonos vagy. De ha te ezt bevállalod, miközben azért sírsz, mert otthon a gyerek, és otthon hagytad. Tehát nekem az mindig olyan fura, amikor fölteszik a kérdést, hogy lehet a karrierrel összeegyeztetni a gyerekvállalást. Szerintem ma már ez egyszerűen nem kérdés, hiszen a nőnek a szerepe az is, hogy dolgozni jár, meg az is, hogy gyereket nevel, ezt megoszthatja bárkivel. De ezt ma már tudni kell kezelni. Tehát azt gondolom, hogy egy modern nő gondolkodásában mindegy, hogy melyik országban él, bár mondjuk nyilván elsősorban itt Európa és Nyugat-Európa az, ahol ezt meg lehet tenni, ott azt tudnia kell minden nőnek, hogy mi az elég. Hogyha szívesen van otthon, és neki az az önazonos, hogy ő főz, most takarít, és nem hal bele a harmadik gyerekbe, mert ő még otthon van, és borzasztó, és rettenetes utálja, akkor az is rendben van. De szerintem a társadalmi elvárással ott van a probléma, hogy pontosan a társadalmi elvárás az, ami tökéleteset akar. De amikor egy nő úgy tud önazonos lenni, hogy rájön, hogy igen, részeket kell tudni úgy teljesíteni, hogy ez egy teljes egészet adjon ki, és az legyen egy boldog megoldás, akkor szerintem az működőképes. Tehát én szerintem az a baj, hogy a magyar társadalom mindig átesik a ló túloldalára. Elkezdünk valamit, aztán kész. Tehát ma már nők védik a határt, és férfiak főznek. Tehát hogy nekem ez egy nagyon érdekes kép, vagy például én az iskában látom, ugye, hogy az elmúlt 10 évben hogyan változott a gyerekek viselkedése, a fiú-lány szerep ugye már ott is egészen más, és addig, amíg, ez nagyon egyszerű példa, hogy természettudományi szakokra, fizikára, kémiára, biológiára korábban sokkal több fiú jelentkezett, ma már a műszaki egyetemekre mennek a lányok is tovább tanulni. Tehát azt gondolom, hogy ez is mindenképpen előjele, előszele ennek, de mondom, tehát mint hogy most is visszakanyarodunk mindig ide, hogy ha önazonos egy nő, akkor nem fogják karrieristának bélyegezni, akkor nem fogják lustának bélyegezni, akkor nem sütik rá, hogy jaj, mert otthon van a három gyerekével, de könnyű neki, mert ha ő abban a szerepben tökéletesen boldog, és ezt érzi, mondjuk jó esetben a gyerekei érzik, igen, tehát hogyha ő ezt érzi a környezete és látja rajta, akkor ez egy természetes dolog. Tehát nekem mindig az a fura, amikor azt kérdezgetik nőktől, hogy bírod, hát ez az élete, hát muszáj neki. Tehát, hogy ez
csak ezt el kell fogadni. Tehát, hogy amikor a nők önazonosak, akkor a társadalomnak kell rábólintani, hogy jó, köszönöm, akkor ez sikerült, ez így van, és nem még rápakolni azt, hogy és a hazamentél, főztél, hát miért főzne, hogyha az megoldódik egyébként másképp, vagy és a munkahelyeden minden munkát kész van, úgy zártad be az ajtót, hogy miért lenne kész, hát majd holnap visszamegyek, folytatom. Tehát, hogy a túl nagy elvárásokat meg kell tudni kizárni, szerintem, és önazonosként bármelyik részét ennek bevállalni. Most akkor áttérek egy másik irányra. Szerintetek a nők többségének a fejében minden női szerep ott van, és benne van, és vágyik rá? Nem feltétlenül. És itt az a lényeg, amiről Zsuzsa beszél, hogy ő ezt el tudja fogadni magában. És pont azért, mert azért az elvárásoknak való megfelelés azért mindenkiben ott van, ezt azért belénk verik az iskola rendszerben, itt a teljesítmény kényszerés, hogy az elvárásoknak megfelelni, és ez az, ami nagyon nagy feszültséget okozhat egy nőben. Azt elfogadni, hogy hát én nem vágyok gyerekre, és akkor most mi van, mert nekem kellene, mert az az elvárás, hogy szüljek. De őt sokkal jobban érdekli valami tudományos kutatás, vagy valamilyen vezető szerep, akkor hogy legyen vezető? Tehát nem feltétlenül kötelező minden nőnek szülni, és nem feltétlenül kell minden nőnek dolgozni. Az más kérdés, hogyha ő viseli esetleg a kiszolgáltatottság érzését azzal, hogy ő nem keres pénzt. Ha ez nem okoz benne félelmet és biztonságban, hiszen a gyerekvállalásnak az alapja az, hogy egy nő biztonságban érezze magát, részben anyagi biztonság, részben érzelmi biztonság szükséges ahhoz, hogy a családalapítás az megtörténhessen egy nő részéről. Tehát ez megint egy másik kérdés, hogy ugye önazonos módon vállalhatja egy nő azt, hogy ő családanya lesz. De elég sok példát lehet arra látni, hogy felnövekszenek a gyerekek, anyuka ott marad egy kiüresedett életben, és hát az a kérdés, hogy a férj hogy viszonyul ehhez. Nekem ezzel az önazonosság azért van egy kis problémám, illetve azzal is, hogy amit mondtál a kérdés elején, hogy ez minden nőben tudatosul ezek a szerepek, hogy most éppen ez vagyok, és éppen ebben a szerepben vagyok. Szerintem nagyon nem tudatosul, és szerintem a nők többségében fel sem merül az, hogy éppen melyik szerep. A kérdése nem merül föl. Azt sem, ezért mondom, hogy de hogy az egész, amiről beszélünk, ez ilyen nagyon tudatos. Igen. Azért szerintem nem működik ennyire tudatos a társadalom. Nem úgy kell hogy én anya vagyok, meg sikeres nő vagyok, vagy akármi vagyok, tehát ez egyértelmű, nem? Ami az érdekes, hogy amit feszegettek ezt a témát, ezt hol lehet megtanulni? Vagy hogy föl lehet-e ezekre. Tehát, hogy egyáltalán nem is beszélget. A követés az, ami hát, de nézzük meg a mintát. De egyébként iskolában nem. Tehát így van, így van. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan jól működő család. Mindig csinyen bánok ez, amikor a fiatalok olyanok, milyenek ezek a fa. Nem, hát nézzük már, álljunk meg. Amilyennek mi neveltük. Amilyeneket mi mutatunk, és mi pedig olyanok vagyunk, amit mi látunk. Nyilván én a családi mintát mutattam itt az elején, de egy picit kanyarodjunk, hiszen az időszűkében is vagyunk, hogy ezek a szerepek, tehát azért beszélgetünk mi erről, nem azért, hogy tudatos vagy nem tudatos, hogy vagy a bizonyos szerepekre fel is lehet készülni, vagy fel is kell készülni az anyaság, ez mondjuk pont egy olyan szerep, amire szerintem fel kell készülni, mert látjuk azért, hogy vannak ezzel problémák, és az új generációnál ti, akik tanítotok, jobban látjátok ezt. El kell oda jutni, hogy úgy mindenki felnőtt lesz, és megérik, és hogy az érett női személyiség az miről ismerhető fel. Hát másképp ezt nem tudom megkérdezni. Mártikától hát kérdezni. Erről beszéltünk mostanában, ez az önazonosság kérdése, hogy mennyire érzi jól magát a bőrében, a női szerepekben, tehát mennyire tudja megélni, örömtelien megélni ezeket a női szerepeket. Nyilvánvalóan benne van a frusztráció is, mert hát teljesen természetes, hogy ahogy működik az ember, az ezzel jár. De hogy valójában ő nőként kerek egésznek érzi magát, és ez nyilván egészen pici korban indul, hogy ez hogy fog kialakulni. Egyrészt az anyai minta, az anyai hozzáállás, és hát nagyon fontos az apának a szerepe,
hogy az apa mit tükröz vissza a kislányának, hogy meg tudja élni mellette azt, hogy én vagyok az apa hercegnője, hogy ő jól érzi magát kislányként, mert jó kislánynak lenni, és aztán a továbbiakban ez a női szerep, ez neki mennyire okoz örömet. Hát azért a pedagógus azt fogja mondani, hogy a nevelés is közre játszik, mert hát ugye azért vagyunk anyukák, meg pedagógusok. Az iskolában mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a gyereken nincs baj. És tényleg így van. Tehát a gyerek az oda kerül valahogy, azért az már általában egy kész kis anyag, aki oda kerül. Viszont egy nagyon-nagyon szépen és ügyesen, tudatosan formálható anyag, amihez nagyon sokat lehet hozzátenni, de azt azért valljuk be, hogy nagyon sokat is lehet rajta rontani. Tehát az a kislány, aki azt hallja az iskolában, hogy te ügyetlen vagy, te nem szépen is, te nem jól csinálod, te nem tudom, akkor ő a női szerepében is nagyon csúnyán sérül. Az a kislány, akit pozitívan motiválnak egy iskolában, és mondjuk ezzel ráerősítenek egy személyiségbeli vonásra, ott az nyilván pozitív véget fog érni. Itt most le fogjuk zárni ezt a beszélgetést, pedig annyi kérdés még megmarad, de talán innen tudjuk folytatni, hogy a női szerepek és az érett személyiség hogyan találkozik, és hogy el tudtunk szakadni a sztereotípiáktól, ez mindenképpen jó. Megköszönöm, hogy eljöttetek és segítettetek ebben a témában. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, és egy hónap múlva folytatni fogjuk valahonnan innen. Viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.